Szevasztok gyerekek, üdvözlő csatornán! Keeper jelentkezik következő videóval. Wow, ami nem más, mint egy 7 days to die. Viszont egy csomó dolgunk van megint, úristen. Annyi dolgunk van mindig megint, meg mindig, hogy már Keeper nem tudja követni. Bocsánat a gyerekeknek, kell lennem mindenféle kutyafüle dolgot, hogy legyen. Úristen, egyébként kevés a kajám. Ja, nem kevés a kajám, mert ugye közben hoztam. Jó van, oké, várjatok egy pillanatra. Ki kellene pakolni, és igazából ki kell... Jó. Ki kellene pakolni, és ki kellene minden onnan pakolni, ugye motoromba, és megdicsértetek, hogy használtam a drónnak az inventóriát és a motorom inventóriát, úgyhogy tök jó. Viszont egy csomó mindent, annyi minden van a fejemben, hogy megint nem tudom, hogy mit kellene csinálni, jaj. Várjál! Hadd nézzem meg az inventoridat, és amiket tudok, azokat így fölveszem, és akkor ugye, hogyha például van már ilyen nálam, akkor azt fölveszi, és akkor nem kell még egyszer, érted? Na várjál, nézzük akkor végig, nézzük az eladó cuccokat mondjuk. Fegyverek, júj! Hát majdnem megköveztetek, majdnem megöltetek gyerekek, hogy a macsétét azt meg... Kicsinálta a csávó, a Keeper megölte. Várjál. Rakjuk először a fegyvereket, mert azokat rakta ide előre. És vissza fogom szedni, ami kell majd. Mert igen. Fogom használni a macsét át, úgyhogy ne öljetek meg, ne bántsátok a Keeper, ne bántsátok. Figyelj, kaja. Más kaja, Duku? Kaja alapanyag. Ott van még egy kaja. Na miért nem egy helyre rakja akkor már a kajákat? Ez meg ízébe fog menni. Pia alapanyag. Pia alapanyag nincs. Sanyika, ne! Ne kezdj zörögni! Úristen, ne kezdj zörögni, légy szíves, hallod? Mindig azt hallgatják, hogy te állandó zörögsz, mint az őrület. Sanyika, ne csináld, légy szíves! Ne kezdj zörögni! Maradjál már, moré! Ott van a kaját, hát ne zörgesd már. Na várjatok, akkor... Egyelőre ide rakom ezeket a magokat, de ezekkel a magokkal fogunk mindjárt kezdeni valamit. Meg ezt a tököt is ide rakom, meg akkor rakjuk az eladható cuccokat. Úristen gyerekek, már megint mi van. Várjál, a kávét is ide rakom, és akkor innen majd vegyük ki, légy szíves, ne felejtsük el, hogy vigyük el a magokat, tudod-e. Nézzük a gyógyszert. Ja, tudom egyébként, rengeteg dolgom van, bocsánatot kérek érte, de tényleg rengeteg dolgom van. Ezt akartam ide rakni. Az eladható cuccokhoz lesznek dolgaink. Ja, ezelőtt mondtátok, hogy azt az ásót leszkrepeltem, azt baromi sokat ért, úgyhogy az megint bocsérte. A eladható cuccokhoz ez megy, meg ez megy, mert már megvan tanulva, még a pénz is megy az eladható cuccokhoz. És, ja. Bocs, hogy ilyen sokáig tart, de Keepernek itten vannak fönforgásai. Az eladható cuccokhoz megy ez is. Fegyver és páncélmódhoz megy ez, egyéb crafthoz megy ez, ez is megy az egyéb crafthoz, a modokhoz még ez is mehetett volna, az egyéb crafthoz mehetne ez is, a páncélhoz mehetne ez, a vashoz mehetne ez, és akkor fegyver és fegyver alkatrészhez meg mehetne ez. Jó. Egyébként ezek a... Ez mennyit ér? 1680. Látjátok, hogy ki... Sanyit meg kell ülnöm. Meg kell ölnöm. Mindjárt. Komolyan. Sanyika! Itt van a kajád. Nyugodjál meg szépen. Na. Bocsánat. Mindjárt mondom, hogy mi történt. Sanyikának egy ilyen örök dilemma az, hogyha benne tájába a kaja. Ugyan megjette. Benne a tájába a kaja, akkor nem tud vele mit kezdeni, hanem akkor így kaparászik meg minden, ez szart csinál, úgyhogy egy kicsit ez idegesítő tud lenni. Na, mi van még nálam? A kűj van nálam. Akkor gyakorlatilag nézd oda, mindent kirakott a Keeper, tök jó. És miért Stone-nak van, ezek a többi meg mind magyarul van. Az az egy nem. Jó, ebből ki tudtunk mindent szedni. Ez meg mindig felülök rá, mint az őrült. Ebben még vannak dolgok, nézzük, hogy mi. Az elad gyógyszernél vannak dolgok, hogy látom. Sokfajta gyógyszer van benne. Eladható cucc lesz, ez meg ugye maradna alom. Van rezünk. Kiváljuk a rezet.
Van... vas ugye? Vasom van. Jó. Van pia kaja. Kaja alkatrész, és a gomba. A gomba. Jó, hogy előre ezeket ide rakom, azt majd el fogom vinni, jó? Oké, gyerekek. Van pia, van egy ilyen energy drinkünk, meg van egy ilyen kávénk, az tök jó. Elektromos alkatrész, páncél. Pucs. Egyébként a páncélhoz beraktam egy sisakot, nem jobb, mint az enyém? De jobb, mint az enyém, Dick. Hogy lehet jobb, mint az enyém? Viszont áll, ez is steel helmet. Várjál már, hatos. Hatos steel helmet. Nekem szerintem... Álljál le? Nekem nem hatos steel helmetem van? Akkor az hogy lehet... Hogy lehet jobb, mint az enyém, ha? Fegyver alkatrész, ez megy ez is. Ugye egyébként egy csomó páncél alkatrészem, steel armor parts. Csak az a baj, hogy gagyit tudok csinálni, úgyhogy nem érdemes nekiállni. Tudod, eladható cuccok. Úgy gyerekek, kitaláltam valamit, hogy mit kellene csinálni. De tényleg, de valami nagyon epiket. Most találtam ki. Oké, akkor az kaja, ezt meg megnézzük, hogy mi a szar. És ez meg a kajába megy. Azért van egy kis kajám, azt túl fogom élni ezt az éjszakát, de egyébként jó lenne leszületelni is. Igen, ez mi az? Miért jobb, mint a nejém, ha egyszer nekem is steel-en van? Ha? Figyelj, ez steel 14.8-ot ad, ez 15.6-ot. Ha? Miért? Miért? Jó, modifikációkat kiszedjük, azt átrakjuk. De hallod, ez, megmondom őszintén, hogy ezt nem értem teljesen. És akkor berakjuk ebbe. Figyelj, jó. Miért jobb? Ha? Miért jobb? Figyelj, 16.6, ez egy 13.8. Háromban jobb, és ugyanaz. Akkor ezt most valaki már magyarázza meg nekem, hallod? Valaki megmagyarázna nekem, hogy ez miért van így? Hogy miért volt az jobb? Hm? Oké, és akkor fegyvereket azokat mindenképp vissza fogom szedni, amiket... Kicsit reformálunk, meg írtátok is egyébként, hogy itt reformáljam a dolgokat. Például ugye a késem helyett... A kés helyett egy hatos macséte az nem lenne rossz, úgyhogy ezt ide is rakom, ezt egyelőre ide rakom. Meg mondtátok, hogy ezt a fegyvert ez tök jó lenne használni, mert ez nagyon epikus lenne. És arra egyébként az M60-as helyére mondtátok, de én nem az M60-as helyére használnám, hanem lehet, hogy ezt helyére, mert ezt például tök nem használnom. Úgyhogy ez tök jó lenne, várj, akkor ezt át kéne modolni, jó? Modi. Így. És akkor erre, jó, rá pakolom. Meg erre még tudnék még egyet. Várjál, van az a izé, van még modifikáció. Ugye például most kaptam egy ilyet, amelyik szerintem fog nevelni nekünk ezért sebzést. Meg tudunk egy ilyet is feldobni esetleg. Igen, oké. Na, skocok, akkor... Modi. Igen, várjál, figyelj, 67. 71-je, 5-re felment a izéje. Sebzése, és ezzel már 75. Ezek adnak sebzést is? Ezek az ilyen modifikációk, amik igazából valamire specifikusak? Érdekes. Ja, oké, akkor a fegyvert, akkor ezt visszarakjuk, és akkor mi ezt fogjuk használni? Tök jó. Na, amit kellene craftolnom. Először is legyen nálam a fegyver. Ja, kitaláltam, hogy mit kellene csinálni, de lehet, hogy azt el fogunk menni éjszaka megcsinálni. Nem mindig izé, nem mindig uncsi craftolás, meg ilyen hülyeségek legyenek. Amire nekem szükségem van, ez ugye? Ez kell, fegyver, vagy lőszer kellene, mert éjszaka, ha bandukolunk, azért az nem a legbarátibb szokott lenni. Kellene 300 ilyen, meg akkor 2 pak sörét, jó? Meg kellene csinálnom javítókészletet. Kitaláltam valamit, hogy mit fogunk csinálni a mai részben. Tározzuk be a fegyvereket. Lehet, hogy... Ó, és ez tök jó lett, figyelj, mert rajdon a jövés, kóp is. És ráadásul elég nagyot sebez. Hoppa. Be akartam táradni, bocsánat. Na, megvan mindenünk? Vigyünk izét, gyógyszert. És ha már van ilyenünk, akkor vigyünk ilyet. Igazából van belőle 15 darab. Jó, így. Amit még szeretnék elvinni, azok az üvegek. És pont 10 óra van, úgyhogy de mindenképpen akarok indulni, mert legyen. Kellene készítenem nekem duct tape. Ez kellene. Szelves krapból jöjjön a rongy. Oké, és várjál, mi kell még? Vas. Ami nekem kell. Így. És akkor várjál, csinálunk időt. Duct tape-et.
És csinálunk javítókészleteket, meg kéne mindenemet javítanom, mert nem szeretnek úgy neki indulni a dolgoknak. Még igazából nem egy olyan nagyon drága a javítókészlet. Na, és tudok 13 darabot csinálni, a maradékot akkor beszórom. Na gyerekek, kitaláltam valamit, hogy mi lesz ebben a részben. Az a baj, lehet, hogy mindig lelövöm a poént a... Na, milyen gyorsan csinálja ezeket? Az egyes fegyvert azt mindenképp megjavítjuk. Igazából a többit meg majd fogom javítani, egyelőre nem. Jó. Ahhoz, hogy amit én meg akarok valósítani, ahhoz szükségem lesz néhány dologra. Először is szükségem lesz a minibike-ra, viszont ezt el kellene raknom. Szükségünk lenne fára. 6000 faja jön. Szükségünk lenne stone-ra, meg erre, meg erre, meg szükségünk lenne betonra. Mondjuk szerintem, hogy 3000 beton elég lesz. Meg kellene csinálnom cobblestone rakot, mondjuk egy 1000 darabot azért. Meg kell. Jó? Oké, gyerekek. Csak elmegyünk éjszaka. Éjszaka fogunk közlekedni, mert miért ne. Szerintem jó vagyunk. Várj, az miért nem rakta a helyére? Ja, mert az még akkor fogja... Aha, jó van, semmi gond. Oké. Jó. Menjünk, gyerekek. Éjszaka fogunk csatározni. Kitaláltam valamit, amit szeretnék megvalósítani. Szerintem annyira mindegy, hogy... Tök jó idő van, tök jó idő van még. Na jó. Figyeljetek, alapjáraton ugye pisztoly. I've got a bad feeling about this. Figyelj, öcsém. Húha! Halljátok? Nem mondod! Na, szar van itt! Halljátok? Használd már azt a szart! Miért használja a kötszert? Hogy... Tesókáim! A mi a szar volt ez, apám, hallod? De vajon kiírtak, mi volt ez? Még hogy éjszaka megyek, hallod? Mi a franc van? Várjál már, a mézem, az hol van? A franc essen bele! Erre a kéztörésre meg mi kell, vagy mit tudom, nem tudom, miért nem tudom osztani a üzévet például, ezt. Tesszük, az elem nem engedte használni, hogy mi, én voltam a béna. Hallod, mi volt ez, öcsém? Hát ezek majdnem meghágtak, mint a szart. Kéne ennem, innom legalább. Te, bakker! Gyerekek! Ez majdnem csúnya véget értem, na? Pedig aztán... Jó, heavy armorban vagyok, meg minden. Apá, mert ez nagyon, nagyon nem volt jó. Nagyon nem volt jó. Ja, hizét is kéne, jaj, tudom, mit kéne még. Jó, együnk, mert nem akarok idővel le a amortizálva futkozni majd. Együnk bőven. Mert amit meg akarok valósítani, az nem lesz annyira egyszerű egyébként. Hát de az majdnem kinyirattam magam, öcsém. Nagyon bőven kajám. Reggelig biztos, hogy nem fogok visszatérni, úgyhogy... Hallod, itt a bejáratnál majdnem nyakon vertek. És én még azt mondom, hogy ide, hogy neki járok idejönni, veretni. De hallod, ez a sörétes, ez kb. Olyan volt, mintha hatásra lett volna rájuk, mert... Én úgy éreztem, hogy eltalálom, azt mégsem úgy látszik, mi? Ja, várjál, hanyadik nap a 32, jó, 35. nap jönnek majd a horda. Figyelj, lehet, hogy a sörétesre kéne mennem, mert ez a pisztoly azért
Futnak azért jó lenne, hogyha... Mert jó lenne eltalálni őket, nem igaz? Az milyen kincs? Az merre van? Ja, a kincs. A kincs. A kincs az jó messze van egyébként. Ez ötik messze van, jó, de nem megyünk el. Most idejébe fogunk menni. A zombi ki felrobbantott földnek a városába fogok menni, úgyhogy úgy kell készülni. Kicsit be kell sötétítenem magamnak, hogy lássak, mert az a baj, hogyha nagyon belemegy a szemembe ez a fény, akkor hát ez meg olyan az, mint hogyha izélek. Nem, egyszer nem látom meg a zombikat, tudod, mert amúgy is sötét van. Van gyerekek, szükség van erre, hogy leses. Bazza, milyen sárga a fejem, te! Nem tud velem mit kezdeni az ideig. Játék, bocsánat. De inkább, mint megdögöljek. Majd egy kicsit azért... Így találjam. Nem jobb olyan, mint az ideig. Mint ha valami kínai... Nem is kínai lennék, hanem valami nagyon, nagyon epikusan. Vagy ork. Jó, gyerekek, hát megyünk ezerre. Ugye most nem nagyon kéne motoroznom, hogy mindent magamra ráncsak, szóval azért megyünk így gyalogszerrel. A csávó az meg konkrétan égett. Mi? Ne égessé, tesó! Okosba megyünk, zombi medve az, amelyik így nagyon-nagyon paráztató számomra. Más szerintem annyira nem. Figyelj, ebbe a kukába pakoltunk, nem? Ez a... Nem bozza. Mint hogyha úgy emlékeztem volna, de úgy látszik nem. Nem urdát? Ez a... Szütyörög mögöttem ez a drón, ez egy kicsit idegesítő. Hoppá. Jó, mert azért ez a négyszeres damage-el akkora sebzést ki tudsz osztani, hogy elhiteled őket. És ilyen borús idő van, nem? Junk! Az előbb azért majdnem megszívottak. Hát, ha megtalálom életem lootja a gyerekek, a 8-szoros scope-ot, vagy a nem 8-szoros, hanem egy 4-szeresnek is tudna örülni az emberke. Vagy legalább. Az igen. Csákó fölrobbant, halljátok? Mondom, lehet oda vonzotta a zombikat, de nem látok egyet se. Fölrobbantotta magát, csapott ide egy krátert. Éjszaka a múzeumban, gyerekek. Á, az mi az? Megakad a fába? Mert szerintem tök jó helyre lövök. Vagy lehet, hogy nem. Gondolom arra rájöttek, hogy építkezni fogunk. My senses have picked up something. Ki jobb az a? Nem akartam zajt csapni. Na, ez a... Ó! Oh, és tényleg ez a macsita, ez tök gyorsan szétcsapja a dolgokat. Én meg az egyes késsel vadonáztam. Én nem tudtam, hogy ez a macsita, ez ugyanazt a célt szolgálja. Jó, a glue az kell nekem, a keepernek. Tök jó, hogy a drón az meg szóval jön valami, ez például baromira tetszik. Mert azért elég barát, így kell néznem, hallod? Egyébként egy izé, Bandi az észrevette már, hogy egy ilyen százakárhány centis tévén, igen, egy 4K tévén játszom. Sokszor így nézem a dolgokat. Mint hogy teniszmérkőzés. Okay.
ugye nincsen benne a látóteremben az egész képernyő szinte. Távolabbról kellene nézni, ugye? Ja. Gyerekek, most komolyan a legrosszabb, legkeményebb környéken közlekedek, és nemhogy a legdurvább környéken, de még ráadásul a város közepére akarok menni, mert gyakorlatilag elmondom nektek, hogy a város közepére fogunk menni, az lesz a cél. Hát igen, mert a Keeper nem eléggé szivatja magát, meg is jelölöm a város közepére. Itt azért óvatosba kéne lenni, mert valószínűleg, hogy millióan vannak. Jó, mert igazából a zombi medvével nem találkoztam eddig. Azért öldökölöm le őket egyébként, mert egy az, hogy XP, meg ugye, hogyha dobnak lootot, akkor tök jó cuccok szoktak benne lenni. Aztán akkor miért nem? Jó, gyerekek. Ja, a vizet azt ne felejtsük el. Úgy gyerekek itt szerintem barosokon lesznek. Az nem halt meg, nem mondom neked. Incoming enemies, prepare for conflict. 1320 XP-t adott az a zombi. Úgyhogy ez egy elég kemény zombi volt. Kapott egy négyszeres sebzést, tehát ez olyan, mint a legelején, hogy egy négy darab nyílat lőné vele. Egyébként megakadt, és szerintem az azt jelenti, hogy annyi zombi van itt, mint a sár. Oda néha hallod, rendőr, meg a másik haverja. Meghalt. Bazve, én neki komolyan ide jövök éjszaka? Keménykedni? Az se volt meg, apám. Bír! Fölrobbantotta magát. Úristen, hát nem jutok be a városba, apám, anya mond meg. Jó lenne, itt nem kéne ellőnöm magam, érted? Mert az a gond, hogyha lövök egyet, akkor azt meghallják. És akkor jönnek mindenhol, ott egy katonai jármű egyébként. Mi a fa? Mi volt ez, bazd? De valószínűleg becsapódtak találatok. Ugye talán azért is van kiégve, vagyis felrobbanom ez a föld, mert lehet, hogy nukleáris találatokat, én úgy tudom elképzelni ezt, hogy atombombák csapódtak ide be. Na jó, ide kellett jönnöm éjszaka. Tök hülye vagyok. Az mi ott bal oldalt? Mint ha világítana valami fent, látod? Ott. Valami... ott villog. Látod? Ott van, ott van, és ott egy fákja is, ott. Ott van, ott lehet ennek az épületnek a főútja, de most nem az a cél. Új. Tudjátok, mi ne jöjjön? Zombi kutya. Akkor megint lőnöm kell egyet, ezt jön minden. És halljátok, itt akad. És ez azt jelenti, hogy itt mi... Itt rohagy meg, mi volt ez? Itt megint egy rakat zombi van. Itt mi... szóval minden épület fullon. Ezt tökön lőttem, gyerekek, tökön. Halljátok, itt tuti minden épület fullon zombival. Na egyébként ezt csak izével.
így a nyílpuskával tudod megcsinálni ezt a ilyen jellegű rendelést, és ez nem halt meg. Most már igen, 1320-as XP-t adó zombik jönnek már, gyerekek. Ugye default ugye 440-esek vannak. Utána jönnek a 8, akármennyi, ja, a 800-asok, mert ugye azért több nekem, mert van egy ilyen szemüveg rajtam, ami XP-t ad, nem is tudom, 10%-kal többet. És azért nem 400-as ugye az alapzombis, hanem 440-es. Ezt nem is láttuk be, azért úgy leszettük. I've got a bad feeling about this. Gyerekek, valami elvileg. Támad rám? Ez akkor szokott pofázni. Miért nem találom el? Meg volt, és 825-ös ott odalé öcső. Hallod, ez a környék? A ninja-k meg valóban, az a ninja. Folyamatos zombi. Zombi kegyetlenkedések. Apám, hallod? Hallod? Itt? Itt nem unatkozó tesó. Oh, 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 pont akkor indulsz a tesó! Na jó, végre. És egyébként azért jöttünk ide, a város közepén vagyunk elvileg. Na, arra gondolt a keeper, hogy itt kellene kialakítanunk egy előretolt bázist. Igen, igen. Na miért ne gyerekek, ide kialakultunk egy előretolt bázist, várják. Ki akarom mérni, hogy hogy legyen kávé. Nagyjából, hogy kigondoltam ám. Az, hogy mi az a sok köcsög? De ez brutál, hogy mennyi zombi van itt. Hát szerintem itt spónol a legtöbb zombi az egész játékban. Így el tudom képzelni, hogy gondolom én. Hallod, ott megy már megint egy, hallod, itt folyamatosan. Kettő is, basszat, nem tudod gyorsan. Nem tud olyan gyorsan ölni őket. De várjál. Nem jön közel, akkor lehet, hogy inkább építem a bázison, mert így akkor ezzel megy el az egész végig az idő. Ez ilyenkor éjszaka. Hát meg arra gondoltam, miért ne? De mondjuk, emlékeztek régen, kis merészkedtünk volna éjszaka. Bazzar, ott egy zombi kutya. Na, az nem kéne, apám. Gyerekek, baj lesz itt, túl sokan vannak. Le kell őket szednem már. Ez nem halt meg. Egyből rá kell ismételni. Hallod? Ah, ez nem jó hely. Meghalt? Meg. Figyelni kell, hogy meghallanak-e. Meghalt. Az nem halt meg, ismétlés. Jó, oh, nem talált. Talált. A rohadt életbe, gyerekek! Ez egy brutál kemény hely, hallod? Ide kell a bázist kiépítenünk. Úristen, ott is! Nem hiszed el? Ez nem hal meg. Ezek a nagy darabok. Á, gyerekek, itt nem tudsz építkezni be. Az a baj, egyet lőnék sörétes, gyerekek, itt tudod mi lenne? Pokol, bazd. Pokol lenne. Gondolkozok ám, hogy milyen. Mekkora legyen. Egyébként, hogyha bázist megépíteném, utána nem lenne gondom, nem igaz? My senses have picked up something.
Na bazd meg. Szerintem egyébként a izét érzékeli. Van itt egy madár fölöttem, aztán amikor elrepül, akkor kezd el nyugtalankodni. Arra gondoltam, várjál. Ez hogy van középen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ez a közepe. 2, 3. Akkor ide gondoltam. Te alatt nem merek körülnézni, bazza, esküszöm. Á, itt elszabadulnak fokon nekem, itt... Beszélnének. A közeléket le kell szeregetnem. De tudod mennyien vannak? Hát ez, ez beteg sokan. De ez nem tudod tartani ezt a pozíciódat. Alör! Nem tudom, hogy ez jó ötlete ide költözni. Bár mondjuk nem ide akarok pontosan költözni. Várjál, majd felszedjük azt. Aki itt rúgja. Mi történik? Az a baj, bazza, észrevesznek, hallod? Oh. Nem halt meg! Jó. Öcsém, XP farma javába, hallod? És itt hiába akárhányat ölsz meg, itt folyamatosan spawnolnak. Ez a tökéletes lakhely, gyerekek. Figyeled, ez a tetőről most esett le szerintem. Elfogy a lőszere, baj lesz, bazen. Ez erre jön. Jó, építkezzünk, bazen, mert nem lesz semmire idő. Na, figyelj, ezt úgy gondolta a Keeper. Oké. Okay. Kettőt kihagyunk. Egy, kettő, na, nem. Ide. Figyelj, építkeznék én azt, akkor nem lenne gond, nem? Legyen eszed Keeper. Egyet hagyunk ki, akkor nem jó, akkor még egyet. Most építsük meg a falakat, és akkor nem lesz gond. Jön, 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 jön a csávó. Meg valahol láttad még. Na, azért ezt kellett tökösnek lenni, gyerekek. Most nem akarom magamat magasztalgatni, meg itt idő hype-olgatni. Ez kettő. Nem az, hogy ide költöz, ide kell. Kell tökösség. Igazából nem pont ide akarok költözni, hanem egy előretolt helyőrséget szeretnék itt létrehozni. Ahogy mondtam, ugye? Mariama? Úgy a rovat közel vannak, hallod? Kell írtanom, mert el fogom cseszni, nagyon közel jönnek. Hú, mennyien vannak apád? Meghalt. Mellé. Nézzék körül, hülye. Amíg felénk sétál, azt ki kell nyírni. Jó, nem baj, messze van, oké. Na.
Gyorsan, gyorsan. Meg figyelj, felupgrade-elem, betonék. De mondjuk ezek szerintem a betont, azt nem gyors, vagy nem túl sokáig. Ó, te, nem ilyet akartam. Nem center set, hanem... Ilyet. Valaki itt közlekedik. Bazze! Ez akkora para ez a hely, hogy nem tudom elmondani. Ne kérdezzétek, hogy hogy megyek ki, meg mi lesz. Majd el fogom mondani, csak legyünk gyorsan kész ezzel, jó? Itt folyamatos akadás van. Ilyen zombi akadás. Fia, erre mászik kettő hülye, hallod? A fasz. Gyorsan! Azt a rohadt térbe, az észrevett. Már megfutott, láttad? Potyognak le a tetőről minden onnan, hallod? Itt nagyon kemény helyzet van. És bazd, akar! Ott is egy mászik. Fel kéne upgrade-elnem. Bazd, nem hoztam el az izényet! Az upgrade-eléshez a cuccot. Ugye kalapács vagy valami kőbunkót tudok csinálni, van nálam minden? Tüvem szerintem nincs. Az kell hozzá? Viszont oh. Kell hozzá fiber, jaj. Oh. Skocok, rábaszik a keeper. Nem hoztam el a illét, amit akartam. Ó, jaj, én hülye! Nem tartom magamnál, ugye? Igazából megépíthetném, és akkor majd felupgrade-elem. De mennyi zombit itt volt élet? Tényleg eljöttem ide a közepére ennek, hallod? Farmoljunk egy kis XP-t akkor már, meg talán lootot is. Ugye ott van egy rendőrzombi, az felrobbantaná magát ott, hogyha nem halna meg instant. Van itt fű. Kivehetek fűjét. És nem tudom mennyire baráti dolog ez megint. Ott kettő füvet kiütni. Meghalt 1003... Hogy is öböztem rajta 1003-t felett most? Ezt mondja már meg valaki. Kéne még fiber. Ott a túloldalon meg már nagyon közel egy csávó. De öcsém! Ide! Ide eljött a hülye hallad. Mi van? Nem vagyunk egyedül, tudom. Jó, nappal már nincs gond, mert nem futnak, érted? Közben nem vagyunk egyedül, de te rendes vagy, tesó. Fia, csávó! Az a szerencsém, hogy elesik, amikor leugrik, mert onnan valahogy észrevesznek föntről. Megkérdezt, hogy hogy. Stuti megint észrevett, ott jön a csaj, figyeld, elesik. Nem talált!
Azt a rohadt életbe. 3 óra 20, akármennyi. Onnan észrevesznek folyamatosan, onnan föntről. Hagyjátok, ez nagyon kemény az a hely, öcsém. 3 óra 29. Nem halt meg. Gyorsan! Meg volt. Azt a rohadt életbe, minek jöttem én ide? Ne! Ne! Ne 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 ne! Nem mertem lőni, mert tudod mi van akkor? Az összes, aki itt van, az mind rám jön. Megőrülsz, nagyon kemény az a hely. Allan, ez brutális. A büdös életben ez nagyon kemény. Itt kell egy előre tolt bázist. És arra gondoltam, hogy a 4-es metró gyerekek ide meg kell építeni. Hallod, ennél keményebb hely nincs. Nincs ebben a játékban, ennél keményebb hely. I've got a bad feeling about this. Mi van, bazd, meg mit látsz? Nekem nem is nincsenek jó érzéseim, hidd el ezzel kapcsolatban, de... Hát nézd meg, mennyi van ott! Csak ott 4 zombi. Itt is zombik, ott is zombik, ott egy csomó zombi. Nem, egyszerűen nem tudod ölni őket olyan gyorsan. Itt gyerekek, itt. Tudod mit? Csinálsz 4000 nyílveszőt, ez egész ilyen formolod, érted őket. Na meg most meg egy első az eső. 53 ma jó, nincs olyan nagy gond. Ez 320. Jó találhattuk-e, biztos? De hát ez brutál kemény ez a hely. Ujjjjj! Elfogyott! 58! 59! Apád, tök itt, bazdmeg. Na mi van, hülyék? Jöttök? Öcsém, gyerekek! Itt mennyi zombi van, hallod? Áááá! Mi van itt? Hát, ha valamelyik dob egy lootot. Mondom, hát, ha valamelyik egy lootot dobál, de úgy látom, a lootot nem szeretik dobni. Egyébként ez a fegyő, ez baró jó. A fegyó ez baró jó, de nagyon jó. Állsz az a hely, állsz az a hely. Jó, haver, figyelj, haza kell ugranunk upgrade cuccért. Ne csináljuk ezt a... Ezt érdemes volt eljönni, de figyelj, mondjuk ezt akkor megy a levesbe. Motorika kellene.
Oda megyünk upgrade-elni cuccaért. Na persze. Én azt hittem újabban nem tudom találni ezeket a dolgokat. Jó, hát itt le kell telepednünk, úgy érzem. Vagyis nem le telepedni pontosan, konkrétan, hanem... Hol van a madárkánk? Ez valóban ez hatékony az a macsíte. Na már erre. Na gyere, hova? Megyünk hazafele. Hozunk izét. Lehozunk a szögező pisztolyunkat. Ezt gyorsan felépítjük, addig talán el az eső, meg ilyesmi. Hallod? Nem is tudom elképzelni mennyit. Itt, ez egy ilyen super farm hely. Bár sajnos izét ezt nem adott. Az XP-t azt nem nagyon adta. Nincs messze a bázisomtól. Arra gondoltam, hogy egy föld alatti alagutat, tényleg, mint a Bandika írta, hogy Vietcong stílusba, egy ilyen kibúvó résszel ide el kellene csinálni. Gyakorlatilag egy metrót. Ahogy még beszéltünk róla. Négyes metrót megépíteni. És akkor itt lenne, lehet ki lenne írva metróállomás egy, vagy akármi. De miért esik mindig az eső? Úgy utálom egyébként ebben a játékban, nem lehet kikapcsolni. Mert igazából a játékhoz semmit nem ad hozzá. Most oké, okay, hangulat, de... Már megunod, érted, ma 28-szor, hogy állandóan esik az eső. Tök jó. Jaj, én nagyon örülök neki. Szú, de jó, hogy esik az eső. De ne essen állandóan, könyörgöm. Itt kb. Állandóan esik az eső. Edit! Nem mondod, hogy nem vagyunk egyedül. Na haver. Ezért beugrom. Ez hülye volt a keeper, hogy nem hozta magával. De viszont... teszteltük egy csomó mindent. Ja, a lőszerem az elfogyott abból, viszont ez baró jó egyébként ez a izé. Fegyvert kellene magammal vinni, hogy lőszert még ebből vigyünk. És akkor az viszont hol van a fegyverek? Én, tudod, ez valaki meg mi, valamit üt. Mindig azt hiszem, hogy valaki valamit üt, aztán nem üt ám, hanem ez a hülye drón, ez faltól falig közlekedik, mint a izé. Mint a flipperbe a golyó. Nem, üt valaki valamit benne. Gyerek! Nyugodjál meg, a bázisomat piszkálkálod, nem zavar? És egyébként ezek az eső, meg ilyenek, azok úgy vannak, hogy biom határon vége, érted? Mit tudom, nem esik, és hivatagint nem esik, a másikon esik. Mindjárt ízlő, hogy bemegyek ide, figyelj, itt sütött a nap, bemegyek ide, hát megyek ide, itt meg mindjárt dörög az ég lesz. Ilyen csíkba, érted, itt vége. Mindjárt figyelj, ide bekanyarodok, már dörög az ég. Nagyon jó. Csak az a gáz, amikor pont a fél év vagy, aztán akkor így egy elég érdekes. Na, meg azt utálom, hogy olyan rohadt sötét van egyébként ettől a játékban, mint az állat. Szuper, jó minden, csak tényleg ne lenne ilyen sötét. Egyébként kitaláltam a következő részre is egy nagyon jó dolgot. Olyat, amit még nem csináltunk. De ezt ebben a részben szeretném ezt már befejezni. Tudom, hogy elég hosszú lett. De miért ne oda néz? Mi? Ott is egy út megy. Ja, itt a keresztelődés. Ja. Jó van, oké. Okay. Ez itt, hogy mennyi íze van zombi vallag, ide kell a cél. Meg ide kell... Nem is tudom. Az a baj, a csapdával ölöm meg, akkor már nem én kapom az XP-t, azt nem örül neki a keeper. Jaj! Hát ez sikerült, apám. Ez már kráter a javával, mi? Na, hol vagyunk? Merre jöttünk? Ide jöttünk. Meg a jelővel. Hallod, itt millió zombi van. De tényleg ilyen epic sok. Ennek a tetején villog a lámpa, ugye? Azon a tetején biztos van valami nagyon jó cucc. Ó, itt van megint zombi egyek. Világ itt a személyek! Készüljek fel a konfliktusra. Figyelj, csávó már ott lehugyozza az épületemet. Te só. Nem vagyok boldog, de... Meg már annyi a futkozó zombi, hogy megőrüztődök. Hallod, itt meg se, föl se tudod építeni, de vigyillódott bazze. Mert annyi a zombi. Várjál ma? Ezt figyelj, egyszer upgrade-eljük már föl. Ha hagynák. Ez körülbelül olyan, mint hogyha nem is Afganisztánba értett próbálnék építkezni, nem? Ez kb. Az a
Tényleg ez kb. Az a stílus, mint hogyha megpróbálnak ilyen afgán területen építkezni, vagy valamilyen helyen. Megvan a szint lépés, juhú! Majd eldöntjük együtt, hogy milyen, mire rakjunk, jó? Ne hagyjám nyugodtan építkezzé. Hol vagy? Nem is látom a csávót. Hol van? Aha! Álljál már! Álljál! Egy picit meg... Úgy, még legalább dobtál lootot is. Ó, te mesebeli Afrika! Ez egy nagyon jó loot lett volna. Hogyha nem szar, dobtál volna. A Reaper-nek. Elmesebeli Afrika. Nem hiszem, azt hittem megint megzavarnak, de nem. És még itt nem lesz a vége, mindjárt meg fogjátok látni. Hát szeretném elvégezni a teendőimet most itt. És arra gondoltam, hogy akkor egy föld alatti alagúttal összekötném a bázissal, nem? Megcsináljuk azt? Nem muszáj végignéznetek azt, hogyha végigásom, hanem akkor ez gameplay-en kívül végigfurom én. Először csak egy ilyen egy csatornás dolgot, ezt utána később majd szélesebbeket is. Egyébként még mindig ez a legjobb XP, hogy upgrade-elsz, mint az őrünk. Látod? És valaki írta, hogy miért nem egyből betonblokkot csinálok. Többek között azért jó a fa blokkból indulva, mert azt vissza tudod venni, tudod így igazgatnod magadnak, az tök jó. Nappal nincsenek annyian, nem? Na várjál most, akkor be kéne mennem egyszer. Valahogy, megpróbál a keeperbe jutni. Ezt fölveszi. Még egy sor természetesen erre. Tudod, mert hogyha itt ezt elcsösszem, akkor föl tudom venni, és nem 5000-et kell vissza izélnem, kovánom. Ezért az nem egy utolsó szempont szerintem. Ez sorok kell. Egyelőre szerintem a betonépítmény jó, mert igazából elég gyorsan tudom ölni már a zombikat. Tehát, hogyha rám rontanak, akkor azért nem az van, hogy így instant el fogják darálni az épületet. De... mégse az, hogy két ütéssel bejutnak. Vágod. Egyelőre nem kell nekem a beton. Itt azért koricálnak, de éjszaka, ami itt volt, öcsém, az nagyon durva volt ide. Azt kell csinálni, hogy letelep helyezel éjszaka, és akkor ölöd őket, mint az állat. És akkor annyit XP-t szerzel, meg annyi lootot, amelyet nem szégyelsz. Az egyik ilyenkor is kóricálnak. Te, itt mindig van zombi, szerintem így ez tök jó lenne egyébként. Itt kell volna a bázist csinálni, bár mondjuk még nem késő, hogy egy kicsit kialakítunk egy ilyen komolyabb helyet. Ezt tudod, hogy lenne? Tök jó. Elmondom nektek, hogy föld alatti bázis, lefúrni izével, körbe egy ilyen árok, és amikor észrevesznek, akkor bepotyognak, és akkor a föld alatti résznek rácsos lenne a fala, és akkor oda beesnek, és akkor ott ölöd meg őket le. Mekkora feeling lenne, hogy lepotyognak, tudod? Egyébként konkrétan tudom, hogy miért szeretnék építeni most milyen bázis. Meg fogjátok látni, hát én nekem kipörnek már benne a fejébe. Mármint ide mit akarok csinálni, igazából egy helyőrséget. És mint a helyőrségnek, hát annak minek kell lenni, hogy mondja meg, tényleg meglátjátok, mert tök jó szerintem. Na, egyszer, szerintem ez a kerítés... Hoppa, ez mi van ott? Ez a kerítés szerintem már egyszer tök jó. Figyelj, igazából nem nagyon jön át vagy semmi, nem? Az az ugra-bugra kis zombi az esetleg át tud ugrani, de hát ez szerintem annyira nem számít. Akkor annyit kellene, hogy van ez a pillár, van pillár nevezetű, corneros, és van ez is, gyerekek, na itt vannak érdekes dolgok, ami a keepernek szüksége lesz rá, majd mindjárt meglátjátok. Először is kellene 0-5-ös pillár, sima, ez kellene szerintem. És arra gondoltam, hogy 1, 2, 3. A közepén lesz majd egy... Várjál? Nem jó, nem jó. Gondold újra, Keeper. Először gondolkozzál, miért cselekszel.
A közepén lesz egy följárat, egy csapóajtó. Miért nincs egyébként most újabban idő? Eldrop. Na, soha nem hallom, hogy jönne. Csapóajtó. Várjál már, ezt dekopizom. Mert valamire rájöttem, hogy... Ez. Mindjárt megcsinálom. Csapóajtót nem csináljuk meg, csak így legyen fogalmunk róla, hogy ez hogy fog felépülni. A csapóajtó köré ugye mindenképp akarok betont, most nem akarom ezt az aszfaltot itt hagyni. Nem, annyira nem jön be ez a style. És ugye azért kellett az 5x5-ös beltér, mert abban egy 3x3-as elfér, és a 3x3-asnak a közepén az 1-es, 1x1-es, tehát 1-es blokkon le tudunk mászni. És akkor itt pont Keeper Naniája ugye többek között a szimmetria. Vaj István barátom szokta mondani, hogy a szimmetria a művészet halála, hát viszont azért, amikor konstrukciókat készítesz, azért nem árt, hogyha szimmetrikus dolgokkal gondolkozol. Úgy, ugye. A nájlonzacskó gyerekek oda van rovadva, bazdmeg. Amíg az atomháborút is kibírta. Jó, ide még kettőt kiütök, két blokkot, és akkor kész is van ez. És akkor erre kezdjük el építeni. Minket, a lövésztornyunkat, mert igazából, hogyha már ennyi zombi van, és ugye láthatóan tényleg sokan vannak, akkor én abban gondolkoznék, hogy egy lövésztornyot kellene építeni. Mert az lenne a tök jó, hogy magasról tudnád őket lövöldözgetni. Később esetleg egy sniperrel is. Oké, és akkor most jöhet ugye a pillár. Pillér. 0-5-ös pillérbe gondolkozzunk. Hol van gyerekek, valaki látja? Ez kell, és akkor ezt úgy megcsinálni, hogy... Úgy, 4. Az a miért nem enged rakni? Jaj, mert az a hülye drónod van. Lol, mondom, miért nem enged? A drónocska ott volt. Nem tudom, milyen magasra kellene. Azért elég magasra kellene, mivel... Ha mégiscsak egy lövésztorony lesz, hogy... Igazából olyan magasra kellene, ahonnan optimálisan belátunk mindent. Tehát így... Ott egy loot, gyerekek. Jaj, ki kellene venni érte, ott volt egy loot. Ja. A rohadt életbe, gyerekek. A kiutást meg kell csinálni, ez valami föld alatti... valami föld alatti dologgal akarom. És lopakodok, vagy mi? Ott volt pedig egy lootok. És akkor tényleg nem tűnnek el a lootok, mert az már rettentő régen ott volt. Mindjárt pont eltűnik, mi? Ott egy loot, jaj, de jó, hogy megláttam. Na, ezért is például tök jó lenne, hogyha... Hoppá, egy izé kesztyű, de rosszabb, mint az enyém. Nekem is ilyenem van, azt hiszem, csak 6-osban. Ez a víztározó, ez elég kemény helynek tűnik, nem vagy ez a vízmű. Ja, igen, és így tök jó, mert rálátnák a dolgokra. Lenne rálátásom a dolgokra, ugye? Na gyorsan, vissza kéne jutni. Ugye azért nem tudtam ott mellé építeni közvetlenül, mert tudod. Na, ugye. Építjük továbbá. Ez a drón, ez föl kellene vennem egy kicsit idegesítőt. Nem nagyon hagy építkezni. Na, nézzük meg, mindjárt meglátjuk, hogy milyen magasat kellene. Nézzük, szerintem ennél még azért legalább egy blokkal magasabbat. Meg ugye egy blokknyit rakunk rá egy olyat, amin lap van. Amit láttam, az tök jó volt. Ilyenre gondolt a Keeper. Így. Na, ez tök frankó. És akkor a közéjét, azt meg sima lapokkal. Vannak ilyen lapjaink? Az mi az? Minek nevezik? Plate vagy mi? Aha, itt vannak a plétek. Itt van-e? Ez centered, ez meg sima. Ez össze jó. De miért nem engedi oda? Lefele kéne fordítanom. Ha lefele fordítom, akkor tudok rá építkezni, érted? Mert különben nem tudok rá építeni. Vágod, mire gondolok. Így, ilyen is mire gondolt a Keeper.
Mondom, miért nem engedd rakni? Így. A közepén lesz a létra, följövetel. És így tudok rá építkezni, mondjuk... Várjál, mennyire kellene kijönnöm a szélére? Eddig kéne kijönnöm, hogy rálássak a rácsomra, ugye? Nincsen izé, olyan... olyan kerítés? Valami kerítés? Biztos van valami kerítésszerű a dolog. Ah! Ott voltak el, figyelj el. De mondjuk ez ilyen pléttel együtt van, ezzel kellett volna kezdeni. Nincsen másfajta kerítés? Ó, dehogy nem, itt van egy csomó. Oda néz. Van egy csomó fajta. Korlát igazából, ezek mik? Cadwalk, vagy mi az? Figyelj, ilyen is tök jó, nem? Ez a barsz. Megnézem, hogy ki tudok-e menni a szélére annyira, hogy lelássak. Ki tudok menni. Na, ez tök jó. Ez tök jó. Így, és akkor csináljuk másik barszt. Ugye, bocs gyerekek, de ezt meg akarom csinálni. Ilyen, és akkor kilátok, érted? Az tök jó, mert nem esek ki, mert a keeper az hülye is sokszor csinál rá azt, hogy biztos, amikor feljön a létrán, az instant így lefut, de így gyakorlatilag lelátok. Nem zavar. Várjátok, egyet ki akartam próbálni, hogyha ezzel sznájpolgatok, akkor ez mekkora sebe ez? Ah, jó ez. 440-est egy lövéssel leszedi. Na most élesbe kipróbáljuk. Ezt egyébként rüellem, hogy futkorásznak. Aha. A 825-ös két lövés. Jók vagyunk, gyerekek. Jók vagyunk. Jó ez a fegyó. Na, erre gondoltunk, hogy egy ilyet tudnánk így használni frankon. Valamit, milyen, mit ütnek? Mindig valamit, mint hogyha ütnének szét, de nem tudom elképzelni, hogy milyen van. Jó, és ott is egy épület, ott is egy épület, ezeket ugye ki tudnánk lutolgatni majd. Na, viszont fel kellene upgrade-elni pillanat, gyerekek. Viszont kell csinálnom egy létrát is. Egy ilyen kilátóra gondoltam, magasabb már nem kell, mert igazából ameddig ellátok, addig rá is látok a dolgokra. Ah, valaki jön. Tök jó, mert pont rálátsz, és gyakorlatilag tök jó, hogy a válba mellbe lövöldözgeted őket. Ez szerintem egy perfekt hely. Ez a Subway. A 4-es metró legelső állomása lesz. Gyerekek, itt lemerjek ugrani? Ugorjunk a rácsra inkább hátra. Elég jó bírom egyébként ma. Hallod, itt már megint nyugtalan korigol aki. Incoming enemies, prepare for conflict. Apa, ha nyugodjatok már meg. Komolyan mondom, ez egyébként ez nagyon beteg ez a hely. Ezt nem, hogy felupgrade-eljem, az csak itt disznek van. Ja, létre kell. Majd elképzelhető, hogy valami föld alatti részen fogok kijutni meg bejutni, de azt most nem csinálom meg. Ó, ez egy hasznos szerkezet lesz. Kívülről meg valószínűleg blokkokkal fog bejutni egyelőre. Kifele meg kiugró. Szerintem az megoldható lesz. Létre kellene. Hülye vagyok, nem itt kell létre csinálni, hanem ebből bőven tudunk csinálni. Gyorsan. Bocsánat, hogy ilyen hosszú rész, de hogy írják azt lad? Na, ilyen jó lenne. Ja, ezt hogy tudom fölrakni, hogy jó legyen. Föntről kéne indulnom?
Istennek, melyik oldala a jó? Melyik oldalán tudok közlekedni? Szerintem pont így tudnék közlekedni, nem? Akkor itt ez bajság lesz, gyerekek, szerintem. Ma megint belekeveredek, hogy hogy tudom lerakni. Várjál? Na, ezért jó, hogyha így le tudom rakni a másik. Aha, itt tudok fölvenni rajta. A másik oldalra szerintem itt nem tudok fölvenni. Aha, így nem tudok fölvenni. Tehát akkor... ennek így kell lennie. Megint, ja, várj, egy jó lesz. Egy jó lesz. A mi a voltam, bocsánat. Hogy izélni kellene egy ugrálni rajt. Persze, hogy nem adagadta. Ah, majd ezt leszedem. Mi van, ugorjuk van följebb. És sikerült leugranom. Jó! Viszont sikerült egymásra pakolni. Hát lehet, hogy van jobb módszer is, gyerekek. Nem tudom, hogy ti hogy szoktátok. De így meg lehet, hogy nem fogok tudni berakni a csapóhajtot. Bár annyira nem is fontos beraknom. Ja, kifele kell... ja, kifele tudok menni, de fönt kiugrással. Befele kell majd egyelőre blokkokkal bejönnöm. Na, ugye ide följövök, és akkor tök jó rálátok mindenre. De simán tudok snipe-olgatni. Gyerekek, az a fejlővést, azt meg se éreztem. Most már meg éreztem. Jön a csaj, figyeld. És pont rálátsz a fejére. Hát ez bazó, bazó jó hely. Ó! Oh. Jajjaj! Illet, iha! Gyerekek, komoly dolgok vannak itt. Bassza, mi ez a hely? Egyébként itt tényleg kellene egy bázis a kipörnek. Tök jó. Tök tetszik ez a hely. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek, szerintem, és még ide fel tudok ugrani. Okosban. Na, ki kellene mennem szerintem, nem tudom, hogy nem, remélem nem sebződünk, hogyha... jó, és így pont sebződtünk, de nem törtük el lábunkat. Oké, okay, gyerekek, tökéletes. Nézzük milyen. Ezt meg nem lehet izajánni levenni, mert megsebezték. Na nézzetek! Szerintem ez perfekt. És akkor ez lesz az legelső metróállomásunk, ide ugye föld alatt fogunk idejutni, és akkor lehet innen snipe-olgatni, vagy amit akarunk. Viszont szerintem... innen fogjuk indítani a következő részt, amiben rengeteg érdekes dolgot fogunk csinálni, és olyat, amit még nem. Egyelőre most még nem ásni fog a Keeper, hanem még van egy csomó olyan, amit szeretne megvalósítani. Szóval innen fogunk indulni, olyan dolgot csinálni, nem készíteni, olyan dolgot csinálni, amit még nem csináltunk. Úristen, egyébként benéznék ezekre a helyekre. Itt az meg ez a torony, hallod, itt is biztos ez a kemény hely dolgok vannak. Baró jó ez a hely. Itt olyan jó lehet izélni. Pusztítani. Te itt nincs izé? És az milyen franc, hogy ott villog fel? Ott van a lúd, gyerekek. Nincs itt egy izé? Mi nézzük meg, milyen üzletek vannak, meg milyen boltok, meg milyen. Van itt ez a Waterworks. Hát ez elég epikusnak néz ki. Szerintem ez valami nagyon kemény hely lesz. Ez valami fűzművek, vagy nem tudom. Ez mi? Nem tudom, hogy ő mit akar lenni. Ja, ez szerintem ez egy kemény hely lenne. Körülnézünk, jó, hogy milyen helyek vannak itt, vagy miket lehetne lootolni. Mondtátok, hogy a pisztolyról vegyem le ezt a snipe-ot, de nekem tök te bejön.
Ez valami rendőrség, vagy valamilyen hivatalnak néz ki. Most végignézem, hogy mi az, amit érdemes lesz rámenni. Ja, én ezt élem. Igaz, hogy igen, sokat kitakar sajnos, amikor így rázumolsz. Azért el lehet vele boldogulni. És egy barom nagy épület. Gyerekek, itt csak ilyen rettentő nagy épületek vannak. Ott egy zombi medve. Ott egy busz. Ott egy busz megálló. Busz, még nem is láttam buszt a játékba, gyerekek. Estében ide lelőttem a fejét, úgyhogy repült hátra a gyerek. Azóta nézem a szemeteket, amióta valaki azt mondta nekem, hogy ezért lehetett lootolt be. Hoppa, és tényleg is kolobusz, és te lehet lootolni. Fogadjuk könyvemben. Nem bazza, kiloptuk be az olajat. Ez valami, nem tudom, hogy szállodának tűnik. Nem, ez inkább ilyen szállószerű. És ott a fákja, ott kell átmenni, ahhoz, hogy a lúthoz eljuss, gondolom. Nekem valahogy nem adja. Valahogy nem adja. Jó. Végigjárom ezt a kis várost, az érdekel, hogy mi van itt. Ez most itt az én városom, de én vagyok a sheriff, ne vicceljétek. Ez a Gravestone. Nézzünk erre is. Teljesen otthonosan mozgunk egy ilyen epikusan, talán nehéznek mondod városban már, nem? De nincs semmi jó cucc, hallod? Komolyan mondom. Teljesen körbejárom, gyors. Itt egy zombi medve, azt azért hanyagoljuk. Ilyen otthonosan mozgunk itt. Itt egy könyvespolce. Ez nem a fő utca, ugye? Kaja gyár, vagy kaja üzlet. Viszont ott láttam egy üzét. Ott láttam egy könyves polcot fönt. Hol van? Ott van fönt egy könyves polc. Pillanat, waaah! Kifel rá van kattam majd a dolgokra most. Ó, van ott kaja is. De még ezt tett ez a drón. Na, ebben lesz a jó könyv. Szar sincs. Ó, egy izé, szép. De jó, imádok egy izé. Tudjátok, mire emlékeztet ez az ilyen maszkálás? Ilyen Falloutra. Bár szerintem a Falloutból nagyon sokan perítettek ezek a készítők. Mad Max világból, Falloutból. Arany, ötös izé. Bow. És az tök jó az ötös bow. Viszont az enyém az jóval jobb. Viszont az aranyat azt nem ártana vinni, de kettő füvet azt... Mert elég jó arra van, gondolom. Igen, elég jó. Valaki itt szokott héderezni, figyeled el. Kajcsi nincs, egy kávé. Ez mi volt? Nem van, hogy ez zombi szórakozik itt velem zombi medve. Na, még körülnézünk tényleg, hogy mit itt érdemes lootolni, azért gondoltam. Jó, az egy ilyen kaja gyár vagy lerakat lehet, nézd oda, mert van egy terrautó is az udvarán, tök jó. Van ilyen szép lőtt épület. Itt most leszünk a fő utcán, úgyhogy még körbeérünk lassan. Ja. Ott van a tornyom.
Ja, most ilyen kis és nyugis nappal van, és hadd nézelődjünk körbe egy kicsit, jó? De föl lehetne lógni a tetőre, figyeld, hogyha ezt el tudom kapni. Aha. Te Mária! Ez mi volt? Ez leszakadt? Olyan. Húha, szakad le. Ez nem jó, etöröm a lábamat, more. Ah! I've got a bad feeling about this. Oda lejött egy katonai láda, nem ő, megölt. Ezek itt hédereztek fel a csávot. Ez vagy lőszeres? Ammunition. Ó, gyerekek! Hát nem hiszed el, még a végén szerencséje lett a keepernek. Na figyelj, ezt kidobjuk, ezt megesszük, azt beszkrepeljük. Mi az, ami nem kell nagyon? 32-tól nem kell. Én szerintem valaki támad engem. Valaki nem örül annak, hogy én itt vagyok. De jó, imádom ezt a játékot, gyerekek. Imádom ezt a játékot, ez annyira jó ez a játék. Meg annyira nincs helyem. Oké. És megint esik az eső, és ott mi van ott? Tannak a tetején is biztos van egy jó, szuper jó út. Jó, le kéne valahogy jutnom most már. Ahogy gyerekek, kifogtam. Az érkező enemy, készüljek fel a konfliktra. És ott is vannak főútok, nézd meg abba az épületbe, beszarsz neki. És valahogy le kéne jutnom, ugye? Ugye Keeper följött ide. És leszakadt a... Te hallod? Feküdj már el, nyugodjál meg. És ott is ez a... Úristen, minden, ott is a zombi, ugye? Ott fekszik egy zombi. Ezt tudja, hogy eltaláltam. Ez is milyen a hatalmas égfület? Figyeld! Ki van lyukkal, oda nézd, mennyi lút van a tetejét, tesó! Hallod? Katonai sátor, Dick! És ott van egy annyi... millió lút! Figyelj, nem tudok följutni valahogy, felmásztatni magam? Gyerekek, hát ezt meg kell kockáztatnom. Ki kéne pakolnom, mi? Drónba meg minden. Várj, hol van drónocska? Gyere ide! All systems go. How may I help? Bazen, nem bírom ki, hogy elmenjek föl, tesó. Viszont akkor miket rakjak ki? Ezeket vidd el nekem, légy szíves, mert Keeper itt nem tud valamit kezdeni. Jó, figyelj, lemegyünk valahogy, barátom, azt oda föl... Jó, az okosba föl lehetne csullankodni. Na bazen, na majdnem meghaltam, Dick. Lecsúsztam, tököm lecsúszott a ilyen vizes falon. Tudom, hogy sokan azt mondjátok, hogy nem úgy kéne felmennem, mert elkerülöm a összes lootot. Bazze, ezt nem hallod itt? Jó, ez valami epic kemény épület lehet egyébként. Ez mi az ott? Na hol kellett volna felmennem? Itt. Ez ilyen csalásnak minősül? Nem minősül csalásnak szerintem amúgy. Na már, ide nem tudok építeni. Hát próbálkozzunk. Ez milyen a hely egyébként? Csullankodunk a jól útért. Nehogy valakit meglepjen, várjál ma. Jó, jó lesz, nyugalom, nyugalom. Szerintem kemény helyzet lesz itt. Oké. Van lőszer dögivel.
Na gyerekek! Azt a betyár, kutya, úristenedet! Meg lehet, hogy még potyognak a tetődön is, baza. Ha mi lesz itt velem? Meg fogok dögleni most, mi? Kicsit mész! Kicsit mészároltam. Mészároltam egy kicsit. Csávok, itt a hédereztek, hallod? Itt van ide is. Valaki itt aludt. Leterítette az OSB lapot, hogy kényelmesen aludjon. De hallod, itt szerintem millió zombi lesz, mert már megint úgy akad, mint a disznó, hallod? Jó, ide jó volt följönnöm megdögleni, én úgy gondolom. Mert szerintem azt a sok lootot hiába én megkerültem itt a dolgokat. De nem hiszem, mi a szar csiklandoz. Nem hiszem, hogy annyira védtelenül adják, nem? Akad, hallod, akad. Hallod, ide fölmegyek, folynak le. Biztos vagyok benne. Nehogy már egy darab csávó legyen. És nem tudom csendesen megölni sajnos. Valaki mint a futkoz, gyerekek, én nagyon farázok. Nincs is olyan marha sok loot itt, hogyha belegondolok. De azért van. Gyerek, annyira szütyök neked sem. Ó, a franc, ez sem beletek. Valami van. Valami van. Kaja. Könyvecskék. Meg elektronyosság. Hát igazából eddig nem ütöttük meg a lottóra főgyereményt. Ebbe talán benne lesz a cucc. Jó, hosszú részt csináltam meg én. Mi itt szórakozok, ne haragudjatok. Pedig azt nem ezt akartam ám. Valaki küld meg. Hát ezen végig, lefele is végig lehetne menni, nem? Először jössz a főlútér, aztán utána meg végig vered magad. Hát a félek, hogy itt egyébként az itt... Pörögnek, jönnének ezek, jönnének rá a kifölre. Nem tudtam én ezt gyorsabb előtt régen. Még fel van modolva, meg minden csak jó. Egyre jobban akad szerintem. Egyre inkább meg akarják farkalni a képert. Van még egy lőszeres táska, ha jól látom. Nincs olyan valami ide, piánk, egy kávé, vagy valamit ígyunk már, mert megvan itt, hogy ez ilyen lassan üt. Na gyerekek, 10 000-es láda robbantott földön, mit ad? Ez nekem jó lesz. Nem láttam a szemem sarkából valami zombit. Haver, gyere ide! It is a pleasure to serve. Nem szok valamit még befakolni hozzád? Tudtam, hál' Isten, figyelj, mi az, ami nem kéne? Az a baj, ezek elég jól érnek, nem? Viszont ez annyira nem. Majd ez se kell, meg ez se kell. Akkor belenézünk még egyszer, ezt megpróbálunk, igen, föl tudtam minden venni, jó. Körül kéne nézni, már egyszer, már itt vagyunk. Hát, ha van még valami. I've got a bad feeling about this. Nekem sincsenek jó érzéseim. Bocs, haver, nyugodj meg.
Nyugtalankodnak a zombik, elmondom nektek, gyerekek. Nem boldogok, hogy én itt föl vagyok. Ők meg nem. Még miért csomó felső ébredt? Ott is van például egy csávó. Hullazsákok. Higashi torony. Itt is biztos jó udvar. Itt a csávó nyugtalankodik. Egyébként az zuhanás az nem állt nekik még mindig? Ez baráti lenne. A francba, azt hittem leszakadok. Gyerekek, ki ezek? Úr, jó fut a bébi, te! Aha, az futott át ide. Lehet, hogy ők szakadnak le néhol. Valahogy le kéne jutnom azért utca szintre. Igazi torony, ott van a Waterwork, úgyhogy szerintem igazából tök jó megcsináltuk. Csak valahogy le kéne jutnom nagyjából. Mert millió zombit rám akar futni majd. Próbálok lejjebb orientálódni. Eltörtem a lábam 8 percre, nem sok. Semmi gond, ennyit kibírunk. Jó, figyeljetek, szerintem igazából körbejártam, ugye, ezt az egészet. Aki köpködni akar. Jó, 8 percig ideig vagyunk. Az nem annyira veszélyes. Stand Tower. Ez a Higashi, nem tudom, ezt mint hogyha említette volna valaki, hogy ebben jó út van. És itt igazából már más nincs ezen a gondolom, ugye? Akkor igazából ennyi az egész. Jó, gyerekek, akkor tényleg elbúcsúzom. Na nézzétek, hány óra akkor átmegy az óra. Elbúcsúzom, mert rettenetesen hosszú volt ez a rész. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tök jó élvezem, nagyon. Tök jó útokat szereztük megint, ez egy nagyon epik jó a város, itt azért lehet dorálni. Ez a Higashi torony, ez viszont nagyon érdekel, azt szerintem ez... Mondtatok, hogy a nagy toronyházak mindig ott rejtőznek a sok loot, meg ott van az ugye a nagyon hosszú jutás. Jó, azt az előbb egy kicsit meghekeltük, úgyhogy ugye felugrál, vagy felmentem. És így megszereztük a lootot, tök jó dolgokat, de... Ja, igen, valamit szereztem is, ami nagyon jó, jobb, mint az enyém. Mindjárt egy armor, hadd nézzem meg, jó? Igen, el van törve a kezem, meg túl vagyunk terhelve, de ezzel nem lesz semmi gond, mert ugye még a motoromban még van egy csomó hely. Ja, mi volt az, ami nekem nagyon jó, valami nagyon jót kaptam? A hatos bútcot, ugye? Mi van nálam? Mi van rajtam? Hatos, viszont tizen csak. Scrap. És hatos. 10,7. És a steel, hol vagy? Ez van, hol van? Itt van. Ez 13,9, tök jó. Úgyhogy ez megint még jobb. Oké, és látszok, tényleg elbúcsúzok, mert rettenetesen hosszú a rész. Az is lehet, hogy ide be fogok menni, aztán csinálok ládákat. Azt is mondtátok, hogy jó lenne, hogyha lennének ilyen helyek, ahol rakok le ládát. Most egy ilyen lennének ilyen előretölt helyőrségeim. Megjelölgetjük őket, hogy mit tudom, Subway 1, Subway 2, és akkor a ládákba is tudok pakolni, hogy elmegyek itt például, kilútrom ezt az egész várost, akkor oda tudom szerelgetni az utcokat. Jó, de viszont a következő részben egy nagyon különleges dolgot találtam ki, amire nem akarok egyből beszélni, hanem majd akkor. Na jók legyetek, csácsubi csöltészt, szevasztok!